fog támogatni lelkileg, anyagilag Lína apukája? Nem. Egyáltalán. Tehát ez az egyedül, ezt szó szerint értsük egyedül. Igen. feledkezzünk meg arról, hogy amikor elhagy egy férfi minket, vagy mi hagyjuk el, mert valami miatt nem megy, teljesen mindegy, hogy mi azok, ok, és ki hozza meg a döntést. Mindkét félből, az önbecsülésből valamennyi elvész. Hát azért tudod, kellett egy kis idő. Mi, mi, mi jutott ez? Mit láttál rajta? Igen. Hát, hogy igen. Igen, olyan, hát ezt csak megerősíteni tudom, Csáfolni, nem? Hogy kellett egy kis idő, szám szerint kilenc hónap vagy tíz is igazániból, hogy nekem lehessen az a tantusz, hogy basszus kulcs azért elsődlegesen engem nőként utasítottak el. Tehát azáltal, hogy amikor ilyen az általam vért egyik legnagyszerűbb hírt bejelentettem, és független attól, hogy milyen érvek mentén született ez a döntés, hogy aztán mi ugye nem vagyunk együtt, akkor abban a pillanatban elsődlegesen engem, mint nő utasítottak el, engem, mint társat utasítottak el, és ez egy irgalmatlan nagy arcú csapás nőként ezzel szembesülni. Ez, elinte fel se ismertem, mert egyrészt ugye én is csak a gyerekkel foglalkoztam, azzal, hogy, 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 jó legyen, hogy várom, hogy készülődök, és mi történik, és egy picit én próbáltam ezt kizárni. Annak ellenére, hogy, hogy minden nap eszembe jutott, és ezektől nem tud függetlenedni az ember, is. és, és végigmész egyfajta gyász folyamatom. Magamat, mint nőt, igazából kizártam ebből a szituációból, és, és, mostanra érett meg bennem az a gondolat, hogy, hogy lehet is akár ez is egyfajta törés a lélekben valahol ott mélyen, hogy tényleg azért nem szül az ember minden nap Miért gondolok, hogy ez nem... rólad szólt, ez az egész? Ha saját magam szempontjából nézzük, akkor akkor abban a minutumban engem utasítottak el. Mert akkor még a gyerek, mint olyan, nem, nem egy kézzel. De amikor téged valaki... elutasítanak, akkor mi minden mást utasítanak még el? Hát euh, én nagyon hiszek abban, hogy a alapvető értékeket értékrendet és és mintákat az ember a családjából hoz és euh, én nem vagyok feltétlenül abban biztos, hogy azok a férfiak hogy bár nem általánosítunk, de hogy általánosságban beszéljek, akik egy ilyen döntést hoznak, azok nem esetleg már saját magukban, a saját gyermekkori élményeikből hoznak egy olyan fajta, nagyon mélyen a tudatalattiban elásott, gondolatot, eszmét, bárminek is nevezzük, mintát, ami, ami náluk rosszul lett beépítve, és az ebből eredő félelem, kétségbeesés, vagy egyszer rossz reakció eredményezi azt, hogy ott egy ilyen hirtelen nemleges választ ad egy ilyen szituáció. Ki kívánkozik belőle Na, a kérdés? Mond. Fog támogatni lelkileg, anyagilag Lína apukája? Nem. Egyáltalán. Tehát ez az egyedül, ezt szó szerint értsük egyedül. Igen. Ö, én Hát most el fogom sírni magam. Nyugodtan. <laughs> én, én, ígéretet tettem arra, hogyha, hogy ha, ha ez egy ennyire nemleges döntés, akkor én senkinek az életében nem szeretnék egy olyan más típusú kényszert, egy, egy kényszert igazándiból, hogyha, ha úgy gondolja, hogy nem szeretne az életünk része lenni, akkor ez, ez legyen az ő döntése, és, és nem szeretnék semmi olyan, ö, semmire lehetőséget adni, ahol, hát hangzik, de támadhatóvá válik ez a dolog, mert, mert ez az egész nem erről szól. Ez az egész abban az esetben lenne kérdés, hogyha ha én mondjuk valakit, vagy vagy bárkid, akkor most magamról beszél, vagy ha én mondjuk tényleg valakit meg akarok fogni azzal, hogy gyermeket vállalok tőle, akkor ott abban a szituációban létnyugosultságot nyer az, hogy, hogy én milyen anyagi juttatásokat várok tőle, milyen támogatást, milyen jelenlétet, stb. stb. De nálam ez nem erről szólt. Én baromi hülye hangozhat, de én, én, én ezt gondolom, hogy én még arra az együttlétünkre is emlékszem, és be tudom határolni, hogy mikor fogant meg a Léna, akkor szerintem ez egy ilyen legszerelmesebb pillanatunk volt. És én ezt nem akarom elvenni a gyermekre. Azt hogy fogod feldolgozni, hogy egyik pillanatban még nagyon szeret, még nagyon szerelmes, és a másikban meg már nem akar része lenni az életednek. Millió, millió egy kérdés van ilyenkor az emberben. Tehát eleve megkérdőjelezett, hogy akkor valójában az a szeretlek, az tényleg ez szeretlek volt? Vagy... De ez nem csak én ismerlek annyira, Anita, hogy ha te nem kaptad volna meg a testi érintésen keresztüli szeretet jeleket, ha te nem kapod meg a figyelmet, akkor nem teszel bele ennyi lelket. Tehát, hogy ez nem csak a, a, a kimondott szó szeretlek volt. Nagyon kettős a helyzet, tehát értelemszerűen ilyenkor az ember, ahogy távolodik is bizonyos helyzettől, tényleg az, hogy megszépül minden. Nekem nagyon sokszor jutnak eszembe a mai napig a közös jó élmények és emlékek. És mindig azt mondom, hogy... De én láttam őt, láttam, ahogy rám nézett, láttam, ahogy kimondta. Ezt én nem, én nem hiszem, hogy ezeket meg lehet játszani, és, és ennyire bele lehet. Ezt kérdeztem, nem? Szerintem nem, nem, nem lehet. De a, mégis, tudod, ez az, amikor, és bocsánat, igen, hogy szabad nyugodtan, vágok, mégis az van, hogy ez ilyenkor folyamatosan a szív és az ész harca, folyamatosan. Mert a szívem ezt mondatja rám, de az eszem meg felülírja, hogy de basszus kucs, Hát látod, hogy ki mondta, de látod, hogy ezt mondta, és úgy mondta, és ezt csinálta, és nem kérdez, és semmi. Tehát, hogy, hogy, hogy ez egy folyamatos háború egyébként a, a, az én létezésemben, a lelkemben, az elmémben, hogy amikor van egy kis lélegzetvételnyi időm, és nem erre gondolok, <laughs> de egyik valamelyik a másik kocképes, mindig hangsúlyosabb szerephez jut értelemszerűen, ami hol az én, elgyengülésemet és érzelmeimet táplálja, hol az én harangomat, és, és hát gyűlöletemet. Tehát ez, ez, ez a szó, ez, ez igen, ez egy, ez, egy, ez, egy, ez egy, fajta olyan állapot, ami, amitől nem tudom elvenni azt a fajta, vagy azt a súlyú. Hát nem tudok rá jó Hogy fog mondani. ez átalakulni benned, és mikor? Mit gondolsz? Átalakulhat ezt szerinted? Valaha? A gyűlölet? Persze. És, és amit nagyon sokat szoktam gondolkodni... Nem, nem tudsz, hogy... bocsáss meg, nem tudsz gyűlölni valakit, ha nem szeretted. <laughs> Arra mondják azt, hogy a szeretet és a gyűlölet nagyon közel áll egymáshoz, nem? És ez biztos, hogy így is van. Mert mert az a mértékű fájdalom olyan súlyjal terepszik rád, hogy azt táplálja azt a fajta gyűlöletet, amiről én most beszélek, de, de nem ezt a szót szeretném ebbe kihangsúlyozni, mert aztán nehogy ezt valaki úgy értse, hogy na akkor én... De mindenki úgy értje, hogy akarja. Meg a saját mintázatán Meg a saját és mintája alapján, alapján De azért ez egy nagyon-nagyon erős és fajsúlyos szó, tehát hogy azért ezzel én is óvatosan bánok, de, de, de van az érzés. Igen, de a harag meg úgy érzem, hogy nem, nem elég nem izmos elég. izmos ahhoz, hogy, hogy kifejezze azt a fajta szétfeszítő erőt és bombát, amilyenkor itt van bent az emberben. <laughs> Ami érthető is. Igen. Cserben lettél hogyva? Hát nem csak én, minden nő, akit, akit egyedül hagy a férfi, és, és ez talán e, megint csak alátámasztja azt a mondatomat, egy fél mondattal, amit elkezdtem neked is az imént mondani, hogy azért szerintem lehet akárhány szerető egy nő életében. Az, hogy annak a férfinak szűz gyermeket, az, az, az jelentőséggel. Tisztelet a kivétel aki racionálisan megtervezve csinálja. De Van a... ilyen is. De azért szülhetsz egy, de nagyon maximum két férfinak nagy gyereket. Nem fogsz többnek még, lehet, hogy nem tudom, több tizet beengedsz a hálószobádba, és lesznek húsz a légyotok, és, és nem bírnak semmiféle jelentőség, és mind a ketten ugyanazt akarják a másik. De torsat, mi van, ha nem volt kész ez a férfi erre az egészre? És mi van, ha két év múlva lesz kész, és azt mondja, szeretne részt venni? Nyilván nem a párodnak lenni, hanem részt venni. Fú, Akkor tudod, megengeded neki? Tudod, hányszor fogalmazódnak meg bennem ezek a kérdések szintén. Hát Az egyetlen egy jó válasz erre szerintem, ami tényleg csak létezik, az az, hogy, hogy a, amit a gyerek kíván, és ahogy, ahogy ő szeret. Nem, nem én leszek már ebben a mérvadó. Én azt gondolom, hogy... De minden... vagy a mérvadó, mert... Te teszed le az alapját a, 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 annak, amit a gyerek majd hisz, gondol és érez. Igen, és én nagyon szeretném azt, hogy, hogy az én kommunikációm felé az ne egy ilyen zsigerből jövő elutasító kommunikáció legyen, hanem hanem egy egy, egy átgondolt következetes arra nézve, hogy amikor majd ő öntudatára ébred, akkor legyen egy olyan kialakult Nézőpontja, véleménye, ami a sajátja. Anita mit gondolsz? Mennyiben fog változni? A, az a pár lépés a következő párkapcsolatban a, a lénára való tekintettel. A fokozatosság, az igény, a, akár a, a körültekintés, hogy, hogy lehet abban valami, hogy a léna jelenléte fog neked segíteni esetleg jobban odafigyelni. Vagy, vagy nem is jobban odafigyelni, mert odafigyeltél te, hanem egy kicsit meghagyni ezt a, ezt, a, ezt a folyamatot, ezt a szakaszt, ami, ami eddig ugye lehet, hogy, hogy, hogy valami miatt hiba volt a nagy rendszerben. Biztos, hogy lesz egy ilyen szerepe is az én életemben. Ugye nagyon sok nőtől lehet azt hallani, hogy, hogy a gyerek miatt már ugye óvatosabb a párválasztással, mire egyáltalán odáig eljut, hogy bemutassa a gyerkőcnek. Ezek nagyon-nagyon komoly mérföldkövek egy, egy újonnan kibontakozó kapcsolat esetében. És, és most már én is ugye így gondolkozom, hogy Passzus Kucs felülírta az életemet minden szempontból, és ez igaz a párválasztásra is, tehát nem leszek valószínűleg már annyira hiszékeny, vagy nem lesz annyira elsődleges szempont az, hogy én megfeleljek egy másik embernek, vagy nagyon-nagyon gyorsan akarja őt az én életembe bevonni, és egy valamiféle közösséget kialakítani, mert nekem most már a kislányom a legfontosabb, és ez mostantól kezdve mindig így lesz olyannyira, hogy a nálamnál is fontosabb kategóriát sikerült így kipipálni azon a listán, és szerintem a legtöbb nő is így van vele, lehet egy jó szűrő is szerintem a férfiaknál. Mert biztos, hogy nem lehet egy férfinak például könnyű úgy kialakítani egy párkapcsolatot egy nővel, hogy neki van már egy gyermeke, hiszen a férfiaknak az érzelmi nyitottsága vagy kapcsolódása eleve a saját gyermekükhöz is sokkal nehezebben alakul ki, mint egy nőnek és most lehet, hogy a férfiak a fejükhöz kapnak, hogy mi az, hogy nehezen hát imádom a gyerekemet, de hogy itt arra gondolok, ugye, hogy minden férfinak azért egy kicsit tovább tart megérkezni az aposság fázisába és szerepkörébe, ami pusztán abból adódik, hogy mi máshogy vagyunk bekötve. Lehet, hogy pont az a kilenc hónap, amivel ugye előnyt, előnyt élvez az anyuka. És tudod, hogy van egy nagy, nagy, nagy rizikó is ebben az egészben, hogy, hogy aztán ez a szűrő nehogy túl szigorúvá váljon, meg hogy nagyon sok idő elteljen. Mert Veszély. a sok idő, igen, tehát, hogy if, igen, Veszély. lesznek, lesznek feladatok. Mert hogy közben meg ugye arra gondolsz, hogy annyira felülírja egy nőnek az életét a gyermeke, mondjuk ha az egyedülálló nőkről beszélünk, igen. Hogy, hogy minden más a háttérbe szorít. Van ilyen is. Én azt hiszem, hogy több, többféle, többféle viselkedési mód van. Van, akinél igen, főleg a fiú gyermeke van a nőnek, tehát, hogy annyira a gyerek körül forog minden, hogy, hogy ő saját magát háttérbe szorítja, és aztán a férfi, aki egyébként érkezne, nem, nem túl welcome ott, mert mert ugye hát a gyereknek kell, hogy megfeleljen legelőször. Tehát, hogy egy picit fordított a helyzet, miközben ugye egy percig sem lenne szabad megfeledkezni arról, amikor gyerekünk van, hogy mi vagyunk elsők magunknak, a párom és aztán a gyerek. Uh, és, és ezért valószínű, hogy fogok én is kommenteket kapni. De a pár, tehát ezért van a sok vállás, hogy a párról azonnal megfeledkezünk, háttérbe szorítjuk, ráér, a gyerek a fontos, uh, majd vacsora, majd a gyerek. A tényleg a pár van előbb a gyerekhez képest? Mármint, hogy azt gondoljuk, vagy úgy, úgy gondolnád, a hogy... A viselkedésben hogy azt kellene, kellene, hogy legyen, viselkedésben, lélekben nyilván nem lehet. Uh -huh. Tehát, hogy ezt itt most zárjuk le. Én megjártam mind a két oldalt, ugye voltam egyedül is a fiammal, mint elvált nő, meg vagyok második házasságban, tehát abszolút mind a kettőt megéltem. Azt kell, hogy mondjam, hogy, hogy ha magamból indulok ki, hogy a gyerek az első, uh -huh. Hogy nálam legalábbis nem volt helyzet, szituáció, amelyben nem az ő igénye Igen. érvényesült elsőre. És sokszor volt, amikor a férjem mondta is, hogy hát, csak második vagyok a listán, ezt el kell fogadnom, ezzel ezzel boldognak kell lennem, így, mert hogy ez nem fog változni. És én nem igyekeztem mondjuk másképp lefesteni a valóságot, mint hogy ez így van. De szerinted akkor ebben az esetben felülírhat? Vagy nem is csak nálatok, hanem bárkinél, aki mondjuk egy második házasságban, második komoly párkapcsolatra adja a fejét, hogy a közös gyermek érkezése az a férfit más típusú gondolkodásra hogy ott, ott vállalna annak a szerepét, hogy ő háttérbe szorul? Nem, el. egyik per, nem, nem. az, hogy vállalja, az egy dolog, lehet, hogy vállalja tudatosan ám ennek nagyon erős árát kell megfizetni a végén. Mert ugye innen jön ez, hogy, hogy jön a gyerek, akkor jön egy hitel, jön még egy hitel, jön még egy gyerek, a férfira egyre több um, súly nehezedik, um, neki túloráznia kell, neki meg kell őriznie bármilyen áron is a munkáját, a munkahelyére vigyáznia kell, tehát kompromisszum, 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 a nő otthon van, a nő egyre jobban a gyerekre fókuszál, elhagyja saját magát, a férjét meg végképp elhagyja, mert fáradt, nem aludt, szoptatott, ugye tudjuk, nagyon sok energiát elvesz, és aztán csak azt veszik észre a legtöbben, hogy távolodás jön létre. Hogy már nem is kell a férfinak szólni, hogy hazajössz hatra, mert már ő magától szól, hogy bent maradok, drágám, tovább, kétig, nyolcig, miért? Mert miért menne haza? Mit akar? Te, hogy, a rosszat látni köszöni szépen, nem? Akkor inkább tovább dolgozik, vagy azért marad tovább bent, mert már annyi a teher, ami rajta van, hogy tovább kell bent maradni. De ezt távolodást fog létrehozni mindenképpen. Ez az egyik, de visszatérve hogy az alap, alap gondolathoz, hogy, hogy én azt hiszem, hogy amikor egy nő egyedül marad egy gyerekkel, annyira nagy Központoság alakul ki a gyerek körül, ami egészségtelen. Uh -huh. Tehát én, én ezt látom az ügyfeleimnél is, és azoknál jó egyébként a, a párkapcsolat, ahol például nem gyerektől teszik függővé a párválasztást, nem, nem úgy kezelik a gyereket, hogy na rajtad múlik, édesem, hogy most akkor az illető meg fog-e felelni nekem vagy nem. De ezt úgy kell elképzelni egyébként, hogy a konkrétan az anya megkérdezi a gyermeket arról, Van hogy... ilyen, igen. Uh -huh. Mert azért mondjuk, hogyha még a Léna, mondjuk nálam pici, egy két-három éves forma gyerkőt, ugye, hogy ö, nem fogja tudni úgy kifejezni a szóval. Három évesen? Ki fogja tudni? Mi mindenképpen ki fogja fejezni, ha neki nem tetszik. A nem tetszését biztos, hogy ki tudja, csak ugye nem biztos, hogy... Meg... Nálad fontos lesz. Aha. és Na, na itt, itt kezdődik a hiba, hogy hogy azt hisszük, hogy neki jobb az ítélő képessége, mint nekünk. Mm. És hogy mi meg akarunk felelni a gyereknek. Mert nem feleltünk meg a férfinak korábban, na majd a gyereknek meg kell mm -hmm. felelni. Húha, uh, ez, ez egy nagyon súlyos gondolat. Így van, meg ez kell fontos. felelni a gyereknek, tehát az ő boldogsága fontos. Mm -hmm. Az ő boldogsága a mércéje annak, hogy én jó anya vagyok-e, jól csinálom-e, avagy sem. Mert most már nem az az első kérdés, hogy jó nő vagyok-e, hanem hogy jó anya vagyok-e. És ez lefoglalja az idő többségét. Egy újabb kérdéskört nyitottál bennem egyébként, mert ebben még ilyen szempontból még nem gondolkoztam rajta. Ahogy én szemlélem magamat ebben a helyzetben, és mondanám azt, hogy valószínűleg a gyerek egy szűrő lesz a párválasztásnál, ott inkább a gyereknek mint létezését megfogalmazva ebben a dologban, hogy az a másik fél, egyrészt hogyan, hogyan viszonyul hozzám a gyerekkérdéshez, mik, a, mik a, a nevelési elvei, a családképe, hogyan fogalmazódik meg benne, tehát, hogy... Ebben egyeséget az, kell kötni. Az elfogadás, igen, de hogy ezeket ugye, úgymond rajta keresztül fogom tudni kideríteni, igen. de nem az, tehát az meg, hogy hogyan bánik vele, az meg egyértelmű természetesen. Az hogyan... a gyerekeden is múlik egyébként. Igen. Az. Nagyon sokat. Nagyon Na, eh, abban még nem is gondoltam hogy mi van, hogyha ezt a gyerek maga felülírja, egy nagy nemmel, hogy már pedig ő ezt a férfit nem akarja, az meg az, amiről te beszéltél, igen, hogy akkor, akkor az, az ő fogja ezt kérdés. tenni, ha te úgy neveled, hogy ő a világ központjának érzi magát, és úgy gondolja, hogy ő irányít téged. Hát mondjuk egy-egy hisztenével azért ez szerintem már most megvalósul. <laughs> jó, de hát hét hetes hát hát az aranyom, tehát hogy odaadod a cumit, kimész a mosdóba, hogy na, akkor most például jövök hozzád, egy kicsit sminkelek gyorsan, kiesik a cumi, ugye ő már reklamál. Hát még nincsenek meg azok a mozgásai hozzá, ami kell ahhoz, hogy ő ezt vissza tudja helyezni, de olyan sír, visszatesz a cumit, megint kisertenkedsz, megint kiesik, megint jelez, mész vissza. És mondtam is neki, hogy te lenuszítál. Hát mondom, nem semmi egyébként, hogy olyan kis türelmetlen, de olyan kis akarnok lesz ő szerintem. De, de ezeket majd ügyesen meg kell tanítani. A tüdeje kés, ugye most fejlődik, így, most mutatja. ahhoz még ő most pici, hogy Igen. ezeket én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon messze menő következtetéseket vonjon az Jó, ott már ott mert azért neki ezek a jelzései vannak, hogy neki most szüksége van arra a cumira, akkor szeretné azt a cumit visszakapni, viszont csak én tudom neki behelyezni. Pihány, tehát. volt ügyfelem, nem egy, ahol 20 éves a fiatal és az édesanyjával lakott együtt, és bár háromszobás házban laktak, az édesanyja a fiú szobájában szárította a ruháját, a saját ruhájait. És ahol egy fal választotta el őket, tehát mindketten úgy aludtak, hogy, hogy érted, hogy egy fal a két ágyat. Tehát, hogy, hogy ezek nagyon finom dolgok, amelyek aztán elmennek egy olyan irányba, ami tök és észrevétlenül, tehát nem az van, hogy most egy anya azt mondja, hogy na most akkor a fiam, a világ, mindene, hanem minden nap a saját önigazolását a gyerek kedvétől, a gyerek viselkedésétől teszi függővé. Uh -huh. És aztán ez egy, ez egy olyan fú, ez ez nagyon, nagyon meredek, meredek. Nagyon bizonytalan emberek lehetnek egyébként önmagukban azok, akik szerintem így építik fel a kapcsolatot is. És én például már azon is gondolkoztam, amit szerintem egy filmodat erejét az előbb említettél, hogy ugye ez az önigazolás, tehát a saját magam jóságának és nagyságának igazolása és láttatása a gyerekem által, ez körülbelül olyan, mint hogy ha éppen eddig mondjuk férfiban kerestem azt, hogy ő megerősítsen engem, akkor majd most a gyerekemben fogom keresni, hogy, hogy én milyen nagyszerű ember Nem is, is kell, hogy a kettő egyet, egyet jelentsen. Igen, de egyébként. hogy én erre például már figyelek, hogy, hogy hogy na ez például egy tanulság, hogy ne azt várjam tőle, ne. Mondok erre egy példát, én nagyon kis ilyen bújós és szeretgetős vagyok, és ugye a testi érintés, mint az egyik szeretett nyelv, az nálam abszolút, azt hiszem talán az első is, és hogyha mondjuk van olyan a Lénának, hogy ő érzem, hogy ő most tud tudja és amúgy nem annyira akar a karomba lenni, akkor ne az legyen, hogy úristen kétségbesek, hogy ez a gyerek már nem szeret, és le kell tennem is atya úristen, hanem tudja azt, hogy ettől ő még ugyanúgy szeret engem, ha ő ott szeretne lenni, akkor én most leteszem a kis ágyába. És bagatel példának tűnhet, de. Ez hatalmas egyébként, hogy ezt észrevettem. Igen, de hogy, hogy én még örülök is ezeknek az apró sikereknek, tudod, hogy, Na, ezeket muszáj is felismerni. Nagyon-nagyon rossz hasonlat lehet egy néhány fül számára, de mindig ezt adtam példának hozni, nekem volt annó két kutyám, és nálam a kutyák voltak annó már a gyerek szerepben. Ezeket a kutyákat én tutulgattam, együtt aludtunk, puszilgattam, ölbevettem, minden, tényleg gyerekként kezelvén, és pedig aztán egy kutyától nem várhatod ezt József azt észre végig gondolva, hogy, ahogy ő ott akarjon lenni, meg innen, és akkor minél megérkezik. Képes rá az... Nagyon az Képes volt vál. is jellemző nálunk, de hogyha a kutya éppen nem úgy reagálta, hogy én azt vártam volna saját magam igazolására, na, akkor teljesen kétségbe estem. És nekem az volt ott például egy felismerés, hogy, hogy én ezeket várom tőle, és hogy én nem attól leszek szerethető, és nem attól lesz egy jó gazdi, és jó nő, és jó társa, többi, stb., több, hogyha ezt ő visszacsatolja nekem. És ez segített már abban, bármennyire is hülye hangzik, de tényleg ez segített abban, hogy most már a gyermekemnél például egy-egy ilyen dolgot észrevegyek, hogy ne akarjak úgy rátelepedni, és ne saját magam igazolását keressem majd benne. Vagy hogy majd az ő játszmáira úgy ugrálj, ahogyan ő, ő majd játszani szeretne veled, meg, meg úgy, mond, Hát igen, szóval ez nagyon-nagyon sok apró odafigyelésből tevődik össze. Nem válaszoltál, mit fogsz kezdeni ezzel a sok negatív érzéssel benned. Tehát, hogy, hogy, hogy Fogsz vele foglalkozni, elengeded valahogy, vagy vagy. Hát lehet, még tudom. egyelőre tartogatod? Most, most mert erőt az, ad? Most is azt mondom, hogy az egyik pillanatban felülírják a jó érzések és jó emlékek és még is, Még mindig tudok mondani, rá, igen, nem. szeretetteljesen és, és elgyengülten ellágyultam gondolni. Tehát én én nem gondolom, hogy egy ilyen börtönbe zárt nő lennék, aki nem, sőt, sokszor ugye biztos, vagy benne, hogy ilyenkor az embernek a büszkesége is munkálkodik, és, és az kerül előtérbe. De nem tudnék neked arra válaszolni, hogy mi lesz két év múlva. Mert váratlan szituációkra nagyon sokféleképpen reagálunk, és olyan szituációkra, amelyek az életünket, és ez a megbélyegzés szó nem idevaló, és mégis attól függően, hogy hogy nézzük ezt tehernek, vagy áldásnak, vagy nagy változásnak, érted? Nem tudjuk, hogy ki hogy reagál. Igen, szóval, ha én te lennék, én biztos, hogy nyitva hagynék egy kaput ennek az embernek, mert lehet, hogy ő most egy nagyon racionális, lehet, hogy karrierista, és nem tudok róla semmit, de hogy általában az ilyen típusú férfiak, nők hoznak ilyen gyors döntést, tehát ilyen, dö ilyen nagyváltásos döntéseket. És ez nem azt jelenti, hogy nem szeretett, vagy nem volt szerelmes hanem ahogy te mondtad az előbb, egyszerűen átadta a szívtől a fejnek a döntés döntéshozatali lehetőségét, és a szívet lezárta azonnal. Igen, azt mondom, hogy én hiszek a sorsszerűségbe, mert szerintem amúgy én sem voltam ott úgy fejben, még abban a pillanatban, vagy a kapcsolatunknak azon az időszakán, hogy én most szeretnék. Tehát nálam ez azért nem, egy, nem egy ilyen szituáció volt. Hanem én arra reagáltam, ami megtörtént, így hogy van, hoppá, így van, De tudod, várunk. sokan sokfélék vagyunk. Te így reagáltál, ő úgy reagált. Én most csak azért... Mondom mindezt el neked, mert abban reménykedem, hogy amikor itt ma befejezzük a beszélgetést, legalább egy kis kaput nyitva hagysz magadban a számára, és úgy mész el innen, hogy azt mondod, hogy jó van, lehet. Mert kell. Nehéz. Én nekem minden tiszteletem azok előtt a nők előtt, akik ö, ilyen értelme képesek voltak a megbocsátásra. Ritkább, hogy azt hallom, hogy ők egy pár is lettek aztán utána, sőt, de, de az, hogy mondjuk a férfi a gyerek életében van, azt, azt én is jónak találom, de, de ahhoz úristen rengeteg mindent kell a nőnek magába szerintem helyre tennie és legyőznie, és, és az sem egy könnyű út akkor, amit, amit végig kell járniuk a nőknek, vagy végig kell járnunk, hogy magamat is belevonjam. Isten igazándiból... Tehát amikor ugye én rólam is kiderült, hogy, 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 hogy babát várok, és jött ez, a, ez az óriási mérföldkő az életemben. A, és kiderült, hogy a másik filmünk nincsen kész, és nincs ott azon a, aznál a rajtkockánál, aminél én is állok ezek szerint éppen. Akkor is ö, Szerettem volna időt hagyni erre, hogy, 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 hogy nyugodtan gondolja ő ezt, tehát hogy hogy szeretne, mint szeretne részesen, tehát Évet nem akartam lesz. azonnal, de azt én tudtam, hogy nekem viszont ebben nincs kétségem, nincs kérdésem, tehát azt szintén válaszolva, hogy még egy kicsit tovább víve a kérdésedet az előzőben, hogy bármilyen szempontból támogatta minket, hogy, hogy, a, hogy én ezt nem akartam rá teherként somózni. <laughs> Amit az zavar, érted? nem titkolom, hogy engem zavar, mert hogy minimum ennyit. Meghagyom itt egy kis kaput, jó, hogy mindenki döntse el, hogy, hogy én, nem akarok minősíteni soha ebben a dologban. Én teljesen egyedül állok ebben a dologban. Én még a szüleimtől se nem, hogy nem kapok, nem kérek támogatást ilyen szempontból, mert, mert én amikor Szembesültem azzal, hogy egyedül azt nekem tényleg végig kellett gondolni, hogy hogyan fogom megteremteni, miből fogom megteremteni, akkor még erőn felül mire lesz szükség, mire vagyok én képes, stb. stb. És hogy én ne a szüleimnek szüljek gyereket, hanem ha gyermeket szülök, akkor én, én magamért és kettőkért fogok aztán most már dolgozni, és vissza az életünket. Tehát nekem az azért is volt fontos, hogy én, mert ugye megvan az anyának a lehetősége erre, hogy mikor megszületik a gyermek, akkor a kórházban egyrészt annak egy anyakönyvi kivonatot, amit ki kell tölteni, ebben az apát vagy megjelölöd, vagy nem jelölöd meg, és akár mehetsz, ugye, bíróságra is. És hogy... nem jelölted meg? Nem. Nem, nem is kérte? Nem. nem. Én úgy gondolom, hogy mindegy, hogy, hogy a vonalon, hol van az a pici pont, felelősséggel tartozunk a tetteinkért, és a döntéseinkért. Hát én ebben nagyon hiszek. Sőt, én eh, ahogy érek emberként, meg a korom is ezt mutatja, hogy egyre inkább nagyon-nagyon az ászlomra tűztem a, a, a fontosságát annak, hogy a döntéseimnek a felelősséget vállaljam. Én amúgy nagyon szeretem megélni a döntéseimet, és nagyon szeretem azt is, hogy ha hibás döntést is hozok, hadd jöjjek rá én. Ebben a helyzetben egy picit azt érzem, hogy most sok mindenre ö, ablakot nyitottál nekem. Ami valószínűleg a mi beszélgetésünkben nem így fogalmazódott meg, annó, és lehet, hogy azért nem jött át az üzenet, amire szükség lett volna. Ettől én még ö, továbbra is vallom azt, hogy, ö, hogy a baba és én mi nekünk létre kellett jönnünk, és meg kellett valósítani, nem vetettem volna el, ezt szerettem volna kimondani. Ha ez az üzenet megvan, és jobban át is jön, azért én, én ebből a szempontból kitartottam volna az állásponton, mert maximum csak jobban megértek néhány érvet és nézőpontot. De, Felszokott merülni az a kérdés, hogy, hogy miért nem nyitok én, és miért nem kezdeményezek például. már Mármint az apa irányában. Igen, igen, igen. De, de ebben a helyzetben én, én úgy érzem, hogy ha én nyitnék a másik felé, akkor, akkor az ő saját felismerései nem, nem jönnének. És és mentesíteném őt az említett felelősség alól. Holott ebben a helyzetben nagyon komoly felelőssége van neki is. Van. Saját maga felé is, a nő felé is, a gyermek felé is, mert most azért beszélek már inkább általánosságban, mert bízom benne, hogy esetleg meghallják a szavunkat olyan férfiak is, akik hasonló helyzetben vannak, is, és így alakult az életük, hogy mm hogyha én őt mentesíteném, akkor nem biztos, hogy megérkezne abba az állapotba, már pedig én nagyon-nagyon hiszek a fejlődésben, és ugye a, döntéseink súlyába és következményében, és ha más nem, akkor, akkor hát, ha ennyit útra valóként neki is tudok adni, hogy, 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 hogy meg kell érkezni abba az állapotba. Tehát nyitva van az én azt gondolom, hogy igen, ez az, ez az ajtó nem csak nálam, de szerintem, de szerintem minden nőnél azért egy bizonyos mértékig nyitva van. Igen. Elérkeztünk oda, ahol kérdezhetsz egyet. Jaj! <gül> <gül> Gyorsan ki is húztál a, a, a lelki igen. státuszból. <laughs> Mi a, nem is tudom, hogy tapasztalatod vagy véleményedre vagyok inkább kíváncsi, mert szerintem itt egy picit te is nehéz helyzetben vagy, hogy nőként válaszolj, vagy szakemberként válaszolj erre a kérdésre. hogy melyikre vagy kíváncsi. Én igazából akár mind a kettőre is, hiszen ahogy te is mondtad, hogy voltál ilyen helyzetben, így itt több aspektusból tudod vizsgálni, de. Az ilyen típusú férfiak, akik egyszer egy ilyen döntést hoztak, hogy látod, hogy, hogy megérkeznek ebbe az állapotba? Hogy, hogy vállalják ezt a felelősséget, és abból képesek visszajönni? Ha egy emberi életet nézünk, akkor egy emberi életen belül igen, mindenképp. Mit jelent az, hogy egy emberi életen? Haláláig belül? bármikor előfordulhat. És ezt most a szakember mondatja veled, vagy a, vagy a nő? Ugyan ezt, 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 érzem, és, és tudom, és tapasztaltam is. Nálunk mondjuk speciális volt a helyzet, mert amikor minket például kizárt a volt férjem, és utcára kerültem a fiammal, és ez az utcára, ezt azért mondom az utcára, mert bár anyámnál kaptunk szállást, ez nem volt annyira természetes, és nem is volt annyira az életemben, hogy ez így természetes legyen. De úgy az utcára, én is ugyanúgy éreztem, mint te. Gyűlöletet dühött, sok minden mást. És aztán ugye 11 éves pereskedés zajlott gyerekláthatás és egyéb ügyében, ahol soha nem a felelősségvállalás volt, hanem inkább a tegyek már be neki, ha lehet, valahol. Mm. És nem is mindig tőle érkezett, hanem a szüleitől. És a szülők. Közül is az egyiktől leg, legtöbbet. Én azt látom, ma 27 éves a fiam, remek kapcsolata van velük, és uh, um, nyilván a, a volt férjem egész biztos, hogy, hogy jobb belátásra került, tehát hogy, hogy a saját döntéseit átvizsgálta, fölülvizsgálta és egyéb. A volt apusom biztos nem. Tehát, hogy ő egy konok ember, nem hiszem, hogy ő éltébe valaha még valamit meg fog bánni. De, de a tanulság az az, úgy gondolom, válaszolva a kérdésedre, hogy, hogy nem is az a fontos, hogy ők mit csinálnak, hanem az a fontos, hogy te mit csinálsz, vagy én mit csinálok, vagy hogy milyen érzéseket hagyok elhatalmasodni bennem. Mert például nagyon-nagyon megismertem magam benned, amikor azt mondtad, hogy, hogy hát düh és gyűlölet, de azért a düh az kevés, a gyűlölet az izmosabb hogy igen, hogy mennyire meghatározta például ez az érzés az utána való döntéseimet, a, a, a ahhoz, hogy a gyermekemet védelmeztem, ahogyan nem engedtem be, vagy hogyan engedtem be valakit az életembe, ez nő, férfi, tehát hogy mindegy. Tehát, hogy a gyerek mennyire sérülhet, ki okozhat neki sérelmet, sér vagy nem okozhat neki sérelmet. Tehát, hogy, hogy mai napig azt hiszem, hogyha a fiamnak azt mondom, hogy emlékszel, hogy az iskolába mentem, tudod, az, az a helyzet, igen, igen, emlékszem, tehát, hogy a legkisebb dologért is anyatigrisá váltam, és, és, és ez ebből fakadt. Mm. A düh és a gyűlölet, mint olyan, és az, hogy hát nincs a férfi, nincs más, aki megvédjen, akkor én kétszer jobban megvédem. Most így utólag nyilván azt mondom, hogy felesleges volt. Mm. Ugyanakkor azt mondom, hogy ha az nem lett volna, nem erősödök meg, és nem válok azzá, aki ma vagyok. Tehát minden úgy jó, ahogy jön. Ha levonjuk Igen. a kellő tanulságokat, és én igyekeztem levonni a tanulságokat, úgyhogy köszönöm a kérdésedet, megválaszoltam. Szerintem megválaszoltad, és millió egy másik kérdést is felvetett, tehát hogy ezt meg lehetne simán boncolgatni, de végül is az elején is azt mondtad, hogy azért a legtöbb férfi mondjuk úgy, hogy a lehetőség adott rá, hogy megérkezzen el. Éltében, éltében a legtöbb megérkezik. És meg is érkezik. meg is érkezik. Az, hogy mikor, ez egy más, ez mindenkinek a saját fejlődési Igen. és tanulási folyamatától függ illetve, hogy mennyire sok az önreflexió benne, de ez érvényes nőkre és férfiakra, mert tudok férfiakat, akik egyedül nevelik a gyerekeiket. Hát az és lenne és egy ugyanazon beszélgetés, mennek, igen. Ugyanazon mennek keresztül, amint ahogy te és én is mentem, és a többi, és többi. Hát nagyon-nagyon szépen köszönöm, és hálás vagyok. Szerintem órákig tudnám folytatni. Szerintem én is. Nagyon-nagyon sok minden van. Nem is csak magam miatt, hanem tényleg az összes többi nő miatt, meg ami segít a megértést is az én helyzetemre lebontva és De én is köszönöm neked, Márti. A szépen. gondolatokat is nagyon köszönöm, amiket indítottál bennem, illetve hát azt is, hogy ezúttal ismét itt lehettem a vendégek. Én, én havonta egyszer biztos szívesen látnám. Jó, köszönöm, ha szépen. szeretnéd, köszönöm, köszönöm szépen.